Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket. Remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. Jelenlegi világgal mennyire vagytok elégedettek? Jó, tehát én elég régóta foglalkozok azzal, hogy milyen lesz a jövő. Ugye az ember működésével elkezdtem foglalkozni 91-ben. 87-től foglalkozok emberekkel. 93 óta tanítok, vezetek embereket. Több tízezer ember képzésében vettem részt személyesen, több százezer embernek vittünk el valamilyen életjobbító lehetőséget itt a sok év során. Az a cég, amit ugye gyűjtő nevén úgy hívunk, hogy PPH, az nem cég, hanem a mögött vannak cégek, például olyan, hogy Hunotrade, ZRT, meg Tanoda 2000 Kft. A Tanoda 2000 Kft. Az 94-es alapítású, és ugye én cégtulajdonos vagyok 93 óta, 17 cég alapításban vettem részt személyesen. Több pénzintézetet alapítottam, az egyik pénzintézeti terület. Piacvezető pénzintézetének a vezetője is voltam a múltban. Mindig érdekelt az olyan dolog, ami több, mint anyag, tehát gyerekkoromtól, hiszen onnantól, hogy a serdülő korba jutottam, engem leginkább a fantasztikus irodalom érdekelt, tehát a sci-fi. És ugye a fantasztikus irodalomban azért megjelennek olyan fajta hát létezések, ami nem feltétlenül ugye földi. És ugye a fantasztikus irodalomban az ember találkozhat sokkal fejlettebb lényekkel, akik vagy technikailag fejlettebbek, vagy mentálisan fejlettebbek, vagy mind a kettő együtt hat. És ugye ez azt jelenti, hogy érdekelt az olyan terület, hogy hogyan működik az ember, vagy hogyan működhetne az ember, hogyan működik az élet, vagy hogyan működhetne az élet. De hát ugye ez eléggé tabu téma volt a múltban, ugye a szocializmusban. És egyáltalán, hogy az ember hogyan is működik, hogyan is gondolkodik, arról konkrét irodalmat először 93-ban olvastam. Persze már előtte tanítottak nekem ilyen dolgokat, de a nyugati irodalomból természetesen. Szóval a lényeg az, hogy érdekelt az ember és az élet működése, nem tudom benneteket, hogy érdekel ez a téma. Hogy hogyan működik az ember, hogyan működik az élet. Nem mennénk itt, hanem érdekel. És mennyire érdekel mondjuk, hogy a saját személyiséged. Ez mennyire érdekel. Tehát, hogy milyen vagy, mik mondjuk a jó tulajdonságaid, mik a rossz tulajdonságaid, vagy másoknak mik a jó tulajdonságai, mik a rossz tulajdonságai. Hogyan ismerhetnéd meg mondjuk akár pár perc alatt valakinek a jó tulajdonságait, a rossz tulajdonságait, úgyhogy előtte nem is ismerted az illetőt.
vagy hogyan ismerhetnéd meg, mit tudom én, egy rövidebb ismerettség révén mondjuk a személyiségét, és hogyan várható, tehát mi várható tőle, bizonyos helyzetekben hogyan fog reagálni. Nem tudom, ez mennyire fontos kérdés. Vagy mennyire fontos kérdés az esetleg, hogy részt tudjál venni a teremtésben. Mit jelent a teremtés? Az azt jelenti a teremtés, hogy valamit kigondolsz, és az megvalósul. Érted? Tehát megvalósul. Ugye itt a földi létben a megvalósításhoz szükség van azon kívül, hogy kigondolta az ember, hogy mondjuk aktívan cselekedjen. Tehát szükséges a cselekvés. De az emberek azt gondolják, az emberek nagy része, hogy az elég arra, hogy az a dolog, amit kigondolt, az létrejöjjön. Na most, az ember az részben képes fizikai teremtésre, de a fizikai teremtés az gyakorlatilag, ha megnézed, az egy anyagnak az átalakítása. Tehát az azt jelenti, hogy akár egy két anyagból csinál egy harmadikat, vagy az anyagot átformálja másmilyenné. Tehát ez a fizikai teremtés. Ehhez képest a szellemi teremtés az egy más kérdés, hiszen a szellemi teremtés azt jelenti, hogy igazából ezt feltételes módban mondom, tehát, vagyis inkább ilyen zárójeles módban, de mindjárt elmagyarázom, hogy a semmiből létrehoz valamit. Na most az anyagnál nem tudod azt megcsinálni, hogy a semmiből létrehoz valamit. De nagyon érdekes, hogy a teremtői szellemi képességünkkel a semmiből létre tudunk hozni valamit. Na most olyan, hogy semmi olyan nem létezik a világegyetemben, ugyanis a világegyetemben mindenütt jelen van az energia. Tehát mindenütt. Tehát a világegyetemben nincs olyan pont, ahol ne lenne energia. Tehát ami azt jelenti, hogy olyan, hogy semmi, az nem létező fogalom. Tehát maga a szó az létezik, hogy semmi, de a valóságban olyan nincs, hogy semmi. Tehát amikor egy teremtő lény, tehát szellemi képességekkel rendelkező lény a gondolataival teremteni akar, akkor nem a semmiből teremt valamit, hanem az energiából teremt valamit. Világos ez? És az energiát változtatja meg. És az ember erre képes, ha van erre tudása. Márpedig nem úgy születtünk, hogy erre van tudásunk. Mert ugyanis, ha megnézed, mennyi tudása van egy csecsemőnek? Annyi tudása, hogy képes aludni, nem? Képes szopizni, nem? Táplálkozni tehát. Képes azt kiüríteni, nem? És képes sírni, nem? Képes aludni. Mosolyogni. Csecsemő még mosolyogni se tud. Még mosolyogni se tud. Tehát az csak véletlen, hogyha egy csecsemő mosolyog. Tehát az... Így van, tehát az... Tehát mikor szándékosan mosolyog, az már egy idő. Oké, tehát lényeg az, hogy igazából ezt tudja, de azon kívül más nem nagyon. Érted? Tehát ez annyit jelent, hogy gyakorlatilag tudás nélkül született. Csak közben eszembe jutott egy gondolat, hogy van még egy dolog, amire képes szeretni. Oké?
Tehát szeretni. Szóval lényeg az, hogy ha megnézzük, ugye a csecsemő az nem képes teremteni, nem képes átalakítani az energiákat, egy dolgot képes, hogy fizikailag átalakít magában dolgokat, mert a táplálékból, mit tudom én, végterméket alakít ki. És egy dolgot képes, hogy a létével létrehozzon szeretetet. Arra képes. Az is, az se semmi eredmény, ha jobban megnézed. Sőt, nem csak szeretetet képes ezáltal létrehozni, hanem a létével létrehoz egy jobb hangulatot. Tehát az azt jelenti, hogy az a, abban a családban, ahol egy gyerek születik, ott jobb hangulat teremtődik. De azon kívül, tehát végül is, ha megnézzük, akkor valamilyen energiaváltozást létre tud hozni. Na most, de egy felnőtt ennél nagyobb energiaváltozásra lenne képes, ha tudná azt, hogy ő képes rá. Most a legtöbb embernek fogalma nincs arra, hogy ha létre akarsz hozni valamit, akkor létrehozhatod úgy, hogy kigondoltad, és utána beleadsz apait, anyait fizikailag, beleraksz egy csomó energiát, fizikai energiát, egy csomó fáradtságot, egy csomó időt, és létrehozod azt a dolgot, amit kigondoltál. Na most, ha az ember tudná azt, hogy hogyan hasznosítsa a szellemi energiáját, tehát inkább úgy mondanám, hogy a szellemi képességét, hogyan alakítsa át az energiát te a teremtésre, akkor képes lenne arra, hogy mondjuk 60%-kal kisebb energiával érje el ugyanazt vagy nagyobb eredményt. Érted? Ugyanazt vagy nagyobbat. 60%-kal kisebb fizikai energiával, 60%-kal kisebb időráfordítással, stb. Stb. Létre tudná hozni ugyanazt vagy annál nagyobb eredményt. Na most, de az emberek mit csinálnak? Gyakorlatilag, mivel nem használják a fizikai, vagyis a szellemi teremtő képességeiket, csak a fizikai teremtő képességet, az meg nem teremtés, mint mondtam, hanem csak átalakítás, ezáltal elpocsékolják a saját energiájukat, és ugye amikor az ember elpocsékolja a saját energiáját, akkor utána ne csodálkozzon, hogy fáradt, ne csodálkozzon, hogy mondjuk megbetegszik, oké? És ne csodálkozzon mondjuk, hogy idő előtt meghal. De mert csodálkozik, mikor idő előtt meghal, mert akkor csodálkozik rá arra, hogy ő meghal, amikor szembesül a halállal. A halála előtt szembesül a halállal. És akkor csodálkozik rá, hogy itt a vég, így van. Tehát ha az ember használná azt a teremtő képességet, ami benne van, mentális, szellemi teremtő képességet, ami korlátlan mennyiségben áll rendelkezésre egy embernek, ezáltal az nem fogy el, mint a fizikai energia. Ha az ember ezt csinálná, akkor egész más életet tudna élni. De az a helyzet, hogy ezeket a képességeket, ezt tanulni kellene. Mert
ezek a képességek, ezek úgy maguktól hiába vannak az emberben, azok az energiák benne vannak, de ez olyan, minthogyha mondjuk soha nem látott még valaki vízcsapot, és vizet akar belőle kifacsarni abból a csapból, akkor nem biztos, hogy, mivel soha nem látott olyan szerkezetet, ezért nem biztos, hogy tudja, hogy hol fog kijönni a víz, és mit kell tenni annak érdekében, hogy a víz megjelenjen a csövön kifele. Érted? De ha megmutatják neki, megtanítják neki, mert ugye a megmutatással az ember képes tanulni, ha megmutatják neki, akkor simán tudja ezt működtetni. Szóval a lényeg az, hogy most gondold végig, egy olyan világban élünk, ahol az, amiben vagyunk, az a helyzet, amiben került mondjuk Európa, azt mi hoztuk létre, az itt lakók, az Európában itt lakók, a saját gondolatainkkal. Ugyanis a gondolatunkkal nem csak teremtünk, hanem rombolunk is. És az európai lakosság gondolkodását, ha végig gondolnád, akkor rájönnél, hogy milyen orbitálisan rossz az európai emberek gondolkodása átlagosan. És az európai emberek létrehozták maguknak, hogy ide jutott a társadalom. Világos ez? Tehát ez az ellenpéldája annak, hogy az ember mennyire képes a gondolataival teremteni, mert az ember, hogyha nem tudja, hogy a gondolataival mennyire tud teremteni, akkor a gondolataival rombol. És amit a háború után, a második világháború után az európai ember megteremtett, azokat a vívmányokat, amit létrehozott itt Európába, azokat most elkezdtük lerombolni 2020 márciusától. Már előtte is csináltunk némi nemű rombolást, mi emberek itt Európában, itt élők természetesen, de igazából a látványos rombolás az 2020 márciusától indult. És ez semmi más, csak a gondolkodás megérdemelt következménye, ami a jelenlegi világunkban van. Hát nézz körül a saját környezetedben élők között, hogy milyen gondolkodással rendelkeznek. Hát lehet, hogy egy 5 éves gyerekkel értelmesebben el tudsz beszélgetni, mint manapság a legtöbb felnőttel. Az azt jelenti, hogy értelmesebb dolgokról. Világos ez? Mint a legtöbb felnőttel. A legtöbb felnőttel olyan dolgokról tudsz beszélni, amit ő nem tud befolyásolni. Érted? Olyan témákról beszélnek az emberek, amire gyakorlatilag semmilyen befolyása nincs. A gyerekekkel olyanról tudsz beszélni, amire a gyereknek van hatása.
Érted? Próbálj már politikáról beszélni egy gyerekkel. Nem tudsz. Érted? Próbálj már arról beszélni, hogy mit tudom én, hol, mekkora áradások voltak. Vagy beszélj már olyanról, hogy mit tudom én, a világ, vagy tudom én, melyik felén mekkora buszbaleset volt, vagy repülőgép szerencsétlenség. Próbálj már beszélni. Mondjuk egy 5 éves, vagy egy 6 éves gyerekkel. Nem fogsz tudni. Világos az? Egy kisgyerekkel olyanról tudsz beszélni, ami az ő életét érinti. Közvetlenül. Világos ez? Erre a hülye felnőttek olyan dolgokról beszélnek, amire az ég adta világon semmi hatásuk nincsen. Érted? Ha ez nem a butaság csúcsa, akkor semmi. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy ha megnézed, az európai társadalmakban élő emberek szó szerint elhülyültek. Okos gyerekként születtek, hülye felnőttként élnek. Ez van. Ez van. Tehát nem kellene ebben változtatni. Magadon. Elsősorban. Nem kellene. Nem kellene megállítani önmagad számára az elhűlést. Nem kellene esetleg másoknak segítségére lenni abban, hogy ők se hűljenek tovább. Tehát gondold végig, milyen értelme van annak a kommunikációnak, amin semmit nem tudsz változtatni. Mondom, próbálj egy kisgyerekkel beszélni olyan dolgokról, amin ő nem tud változtatni semmit. Tudod, mit csinál a gyerek? Sarkon fordul és ott hagy. Mert nem érdekli. Érted? Ami nem érinti őt, nem érdekli. Az emberek nagy része, beszélj bármilyen barátoddal, az emberek nagy része olyan dolgokról dumál, ami a semmi köze. Érted? Szó szerint. Tök elmebetegség. Ugye rendszeresen előfordul, hogy nem rendszeresen, időnként előfordul, régen rendszeresen előfordult, most már csak időnként fordul elő, hogy olyan társaságba keveredek, ahol az emberek arról beszélgetnek, ami a semmi közük, mármint úgy értve, hogy nem tudják befolyásolni. Akkor én szépen külön vonalok, és kívülről nézem, szó szerint. Nem vonódok be abba a kommunikációba. Kívülről nézem az értelmetlen kommunikációt. Érted? És közben elemzem az embereket. Azért, hogy lekössem magamat, szórakoztassam magamat. Szó szerint értelmes dologgal foglalkozzak közben, így van. Olyan lejjebb is szoktam is időnként mondani, hogy nem, ne elemez már mindent, meg mindenkit. Hát de egyszer olyan dolgokról beszélnek, ami mondjuk semmi értelme, érted? Na most nem tudom, hogy te foglalkoztál-e már olyan történésekkel a múltban, hogy mi várható a jövőben. Például, nem, ez most nem profécia, nem jövendőlések, hanem olyan dolgokkal, hogy mit akarnak bizonyos
első számú hatalomban lévő emberek. Én foglalkoztam életemben elég sokat olyannal, hogy a hatalomban, a hatalom tetején lévő emberek mire törekednek a jövőt nézve. És hát ugye régen született ilyen terv, meg el is nevezték ezt a tervet, de több ilyen terv van egyébként. Kissinger is csinált ilyen tervet. De maradjunk egy régi tervnél, az Orwelli tervnél. Oké? És hogy ugye azért kell nézni olyanokat, ami régen született, régen csinálta valaki, hogy abból már mi valósult meg. Érted? Miért? Mert ha egy régi tervből szépen fokozatosan megvalósultak a dolgok, akkor az a terv, tehát ez nem jövendőlés, terv, akkor az a terv végig lesz vive. Világos ez? Mert már, mit tudom én, mondjuk ennyi a terv, mit tudom, átölel mondjuk 100 évet, csak most mondtam valamit, és már ez a rész megvalósult. Már csak ennyi van hátra. Azt tudod, mit jelent? Az azt jelenti, hogy valószínűleg sokkal nagyobb az esélye, hogy az megvalósul, mint nem. Az a hátralévő is. Érted? És ha megnézed a terveket, akkor ebben a tervekben szerepelt például, hogy lenni kell olyan dolognak, ami által be lehet vezetni, hogy egyre több és több embert megfigyeljenek, nem bűnözőket, az átlagembert. Hát ugye hogy figyelik meg az embereket? Kamerákon, utcai, üzletekben, de nem ez az igazi megfigyelés, hanem mikor megfigyelik a szokásaidat. Így van, a szokásaidat. Érted? A bankkártyákon keresztül megfigyelhetik a vásárlási szokásaidat. Világos ez? Az internet használaton keresztül megfigyelhetik a szokásaidat. Már nem tudsz lassan úgy elmenni, utazni, hogy ne kelljen, sőt biztos, hogy nem tudsz, ne kelljen mindenféle személyigazonosságodat igazolni, hogy te most ide mész, oda mész, szállodába, stb. Stb. Tehát ugye a tervezetben ez benne volt. Az is benne volt, hogy kell valami olyan dolgot csinálni, amire ezt el lehet érni. Amivel el lehet érni. Hát csináltak ilyet. Ez volt a 2001. szeptember 11. Oké? Szóval szépen valósulnak meg a dolgok. Mit gondolsz, miért engedték ezeket a blockchain alapú pénzügyi működéseket, ami a, amiből a bitcoin a legismertebb. Még van, aki esetleg még nem hallott a bitcoinról? Tehát mindenki hallott. Tehát azt gyakorlatilag csírájába el kellett volna folytani. Nem folytották el a kormányok, sőt, hagyták, hogy mások, más ilyen, pénzügyi akármik is a bitcoinhoz hasonlók tömegesen alakuljanak. Miért? Hogy kipróbálják ezt a fajta működést. Nem feltétlenül ugye állami megbízásból indult ez el, hogy hogy indult el, azt tudnám mondani először ez a japán ürge, hogy megbízták, vagy maga találta ki, elképzelhető, hogy megbízták. Oké, nyilván a hatalom. Szóval
lényeg az, hogy mit tudom én, az egy következő lépés volt. Az is egy lépés, hogy egyre inkább afelé haladunk, hogy a készpénz forgalmat visszaszorítsák. Erre kiváló lehetőség volt itt az elmúlt 3 év. Nézd meg. Tehát a készpénz forgalom az elmúlt 3 évben drasztikusan csökkent az előtti időszakhoz képest. Vannak olyan országok Európában már, ahol gyakorlatilag nincs készpénzforgalom. Dánoknál sem, bizonyán. Nincs készpénzforgalom. Tehát nem tiltották be a készpénzforgalmat, de nincs. Érted? Az mit jelent? Az azt jelenti, hogy minden bankokon keresztül működik a forgalom, de a bankok át fognak állni erről a blockchain működésre. Oké? Hát ez azt jelenti, mint a bitcoin. Hát úgy fogják csinálni a rendszert, mint a bitcoin. Ha megnézed a bitcoint, vagy bármilyen, hogy hívják ezt? Mi ez? Coin, mindegy, coin. Kriptovaluta, na ez az, ezt vártam, így van. Kriptovaluták, megnézze bármelyik kriptovalutát, főleg az, amelyik tőzsdén van. Mit csinál? Semmi nem mozog úgy a tőzsdén, mint a kriptovaluták. Napi szinten. Tehát semmi. Tehát napi szinten ilyen több 10%-ot akár ugorhatnak lefele-fölfele. Érted? Az gyakorlatilag azt jelenti, hogy úgy játszhatnak vele, ahogy akarnak. Világos ez? Tehát semmilyen más tőzsdére bevezetett dolog nem ugrál úgy, mint a kriptovaluták. Világos ez? Ha nem hiszed, nézz utána. Én utána néztem, csak azért mondom. Na most, ez azt jelenti, hogy a jövőben az a szándék, hogy átálljanak ilyen blockchain alapú banki működésre pénz nélkül. Tehát pénz nélkül. Tehát pénz nélkül. Tehát ami annyit jelent, hogy ne legyen pénz. Tehát megszüntetni teljesen a pénzforgalmat. Ugye azért ez a kriptovaluta-szerű működés, mert azt eddig senkinek nem sikerült föltörni. Érted? A banki rendszereket föltörték. De ezeket a kriptovaluta rendszereket még senkinek nem sikerült föltörni. Hát még egyelőre. Hát fene tudja, már elég régen mennek ugye ezek a rendszerek, és senki nem tudta föltörni. Tehát lényeg az, hogy most gondold végig, hogyha neked nem lehet pénzed csak bankszámlán, akkor az egy virtuális pénz lesz. Mert nem tudod a kezedbe kapni. Ha bármit nem tudsz a kezedbe kapni, akkor az nem létező, az virtuális. Világos ez? Tehát az összes ilyen kriptovaluta az teljesen virtuális. Hát gondold végig, hogy lehet egy dollárból, úgy, hogy mögötte nincs semmi, mondjuk 40 ezer dollárt csinálni. Úgy, hogy mögötte nincs érték. Tehát mit tudom én, azt mondod, hogy ez 200 forint. Érted? Ez egy 200-as. Hogy lehet ez a 200-as mondjuk 5 év múlva, érted? 40, nem 40 ezer, azt mondja 200-szor 40 ezer,
Az mennyi? 8 millió. 8 millió. Érted? Hogy? Hogy érhet ez 8 milliót? És a coinok azok így működnek. Tehát azért, mert ezért mondjuk adnak 200-at, utána 500-at, utána 1000-et, utána 10000-et, de nincs mögötte 200, mert az is virtuális. Érted? Tehát még annyi sincs mögötte, mint ha fogsz egy papírt és ráírod, hogy 200. Mert az már érték, az a papír. Meg az a toll is, amivel ráírtad, az a tinta, ami rákerült, az is érték. De ott semmi nincs. És egy ilyen rendszerű banki rendszert akarnak majd a jövőben létrehozni, hogy ne legyen valuta. Érted? Milyen jövőben? Nehogy azt itt, hogy soká. Pár év. És ezt az egész EU-ra ki akarják terjeszteni. Oké? De ahhoz, hogy ezt ki lehessen terjeszteni, először el kell hülyíteni az embereket. Minél hülyébbek legyenek, minél butábbak, annál inkább meg lehet ezt valósítani. Érted? Tehát ahhoz, hogy ezt megnézed, hogy mennyit butultak az emberek az elmúlt 3 évben, akkor azt láthatod, hogy körülbelül 20 év alatt se butultak annyit, mint most 3 év alatt. Érted? Úgyhogy ha jobban megnézzük, akkor már nem olyan sok kell ahhoz, hogy azt elérjék, hogy ne legyen készpénz. És ez mit eredményez? Abszolút befolyást eredményez az emberek felett. Mert egy gomnyomással törölhetik a teljes virtuális pénzben lévő vagyonodat. Érted? Egy gomnyomással. A számítógépen egy gombnyomással. Tehát megyünk egy ilyen világba, csak hogy lásd. Tehát itt vagy tudatosodnak az emberek, és bizonyos dolgokat majd nem hagynak, vagy megvalósul. Érted? Tehát én mintha azt látnám, hogy az emberek ilyen vidáman, örömmel teszik a giotin alá a nyakukat, érted? Szó szerint. Na most örömmel, vidáman a giotin alá azt teszi a nyakát, aki hülye, érted? Na most ezt nem kell elhinni, de kb. 80%-a teljesült az orwelli tervnek. Már. Érted? Nem kell elhinni. Te azt hiszel, amit akarsz. Tehát egy tudatos embernek mindenre kell megoldásának lennie. Világos ez? Ha ez van, akkor ezt csinálod, ha az van, azt csinálod, ha az van, azt csinálod, ha ez van, azt csinálod. A tudatos ember erre képes. Na most gondold végig, akkor mi lesz az emberekkel? Mennyire tudatosak? És ez nem politizálás, amiről most beszélek. Nem összeesküvés elmélet. Nem jóslat, jövendőlés, ez egy terv, amit emberek hoztak létre. Érted? Illetve ezt ennek a tervnek a megvalósulását emberek végzik. Világos ez?
És onnantól kezdve, hogyha létrehozzák ezt, akkor ezt úgy hívják, hogy teljes kiszolgáltatottság, ha teljes kiszolgáltatottság, azt pedig úgy hívják, hogy rabság. Rabszolgaság. Azt úgy hívják. Világos ez? Ezt úgy hívják, hogy rabszolgaság. Na most ez az egész világon nem lesz megvalósítva, ez hód biztos. Ebben biztos lehetsz. Tehát azok, akik hatalmon vannak, azok állandóan szembeszegülnek egymással. Úgyhogy nem fognak összefogni. A történelem az ő szembesülés. A történelmi nagy harcok az ő szembesülésükről szól. Tehát ha ők nem nem álltak volna egymással szemben, akkor nem lett volna első világháború, nem lett volna második világháború, nem lett volna azok a hosszú háborúk, hogy 30 éves, meg 100 éves háború, meg ilyenek. Érted? Ha ezek nem álltak volna egymással szemben. Szóval egy érdekes világ felé megyünk. Kérdezem én, nem kéne tudatosodni? De jobb az elhűlés? Figyeld, ha neked jobb az elhűlés, mondom azoknak, akik nem itt tanulnak, mert azoknak tudom, akik nem itt tanulnak, hogy ők nem akarnak elhűlni, de akik nem itt tanulnak, azoknak mondom, hogy jobb az elhűlés? Hát ha neked jobb az elhűlés, hűlj el. Ennyi. Tehát olyan nincs, hogy nincs megoldás. Én még olyannal nem találkoztam, hogy nincs megoldás. Az életemben. Nincs olyan, hogy nincs megoldás. Mindenre van megoldás, akkor, ha tudod a megoldást. Világos ez? És érdekes mód, az életemben mindenre volt megoldás, az azt jelenti, hogy mert tudtam a megoldást. Érted? Még akkor is tudtam a megoldást, amikor nem tudtam a megoldást. Na erre varr gombot. Szóval, de ha jobban megnézzük ezt a dolgot. Miért pont itt Európában? És lehet, hogy az anyagi emberek számára magasat, meredeket, nem magasat, meredeket fogok mondani. Mert az európai embereknek ez a karmájuk. Miért? Mi az, hogy karma? A karma az egy feladat, egy oknak a következménye, amit feladatként végre kell hajtani. Tehát egy oknak a következménye, amit feladatként végre kell hajtani. Oké? Na most, mi az ok? Nézz körül! Azt mondja így itt, vannak fehér emberek a Földön. Vannak barna emberek, vannak fekete emberek, vannak sárga emberek, és voltak ilyen részbőrű, részszínű emberek. Azok már nincsenek. De kiirtották ki őket? Nem a feketék, nem a barnák, nem a sárgák, hanem a fehérek. Kik hozták létre mondjuk az első világháborút? Nem a feketék. Nem sorolom a többit. A fehérek hozták létre. Kik hozták létre a második világháborút? Azt is a fehérek. Azt is a fehérek. Kik ölték meg a legtöbb embert ezen a földön? A fajokat nézve, a bőrszínre vonatkoztatva. A fehér emberek.
a gyilkosság az ok, és annak következménye van. Ha tömegesen csinálja egy nép, akkor a népre van következménye. Ha tömegesen csinálják a népek, akkor a népekre van következménye. Ami azt jelenti, hogy mit okoztak a fehér ember jellemzően, ugye az elmúlt sok száz évben? Elnyomást. Most mit élnek meg a fehér emberek? Elnyomást. Nem veszed észre? Tehát azt kapjuk, amit csináltunk. De azt mondtad, hogy mi közöm hozzá, nem én csináltam. Aha. Lehet, hogy nem te. Menj vissza egy kicsit a családfádon, jó? És rájössz, hogy te is csináltad. Oké? Tehát a karmát nem érdekli az, hogy nem te csináltad. Tudod, mit jelent a karma? A karmát létrehozhatsz most is az életedbe. És az azt jelenti, mondok egy példát. Mit tudom én? Senki nem vált el az őseid közül. Te elkezded bevezetni azt, hogy elválsz. Érted? És utána ne csodálkozz, hogy az utódaid is el fognak válni. Ha csak erre nem jönnek rá, hogy ők egy karmában vannak benne. Érted? Nem kell ezt elhinni. Nekem aztán tök mindegy, mit hiszel el. Írhatsz nekem akármit erről az üzenetekbe. Ha nem tetszik, amit írsz, úgyis kitörlöm. Az ő karmája. Így van. Ez ilyen egyszerű. Szóval a lényeg az, hogy az élet nem teljesen olyan, mint amire az emberek gondolnak. Az élet az egyszerű lenne, ha tudnánk, ha tudnák az emberek, én tudom, hogy hogy működik az élet, de az emberek tudnák, hogy hogyan működik az élet. Az ember működése is egyszerű lenne, hogyha az emberek tudnák, én tudom, hogy hogy működik az ember, hogyha az emberek tudnák, hogy hogyan működik az ember. Tehát nehogy azt hidd, hogy az ember működését és az élet működését régen nem ismerték az emberek. Mit jelent az, hogy régen? Nagyon régen. Évezredekkel ezelőtt. Évezredekkel ezelőtt tanították a népnek, hogy hogyan működik az élet meg az ember. Oké? És akkor csináltak olyanokat, hogy gyújtsuk fel az alexandrai könyvtárat, amiben el volt mentve az a tudás, ami az előtti évezredekben összegyűlt az ember és az élet működéséről. Miért? Mert az okos, értelmes, teremtő embert nem lehet manipulálni. Oké? A buta tudatlan úgy manipulálják, hogy akarják. Világos ez? Melyik oldalon akarsz állni? A buta, tudatlan, manipulálható oldalon? Vagy az okos, értelmes, manipulálhatatlan oldalon? Mindenkinek a saját döntése. Oké? Én ezért vagyok itt a bolygón, hogy átadjam azt az eltitkolt tudást, amit az évezredek elején, tehát az emberi élet elején még az emberek tudtak. Most meg nem tudnak. Az ember és az élet működéséről. De egyedül én kevés vagyok ehhez. Nekem társakra van szükségem. Sok-sok olyan emberre, akik nem csak a tudást öncélra használják,
hanem arra, hogy azzal mások javát szolgálják. Oké? De van egy feltételem. Az azt jelenti, hogy van egy univerzális szabály arra vonatkozóan, hogy kinek segítsünk. Két válaszol erre. Aki kéri, és aki megérdemli. Oké? Aki nem kéri és nem érdemli meg, annak nem segítünk. De ha nem kéri, akkor sem, hiába megérdemelni. Sőt, akkor sem, ha kéri, de nem érdemli. Mindenkinél kiderül, hogy érdemli vagy nem. Második alkalomra. Világos ez? Mert mikor segítünk úgy, hogy még nem tudjuk, hogy érdemli-e, de kérte, akkor kiderül, hogy volt-e értelme a segítségnek. És ha utólag kiderül, hogy nem volt értelme a segítségnek, akkor másodszorra ezt neki. Oké? De mondom, ez egy univerzális szabály. Oké? Ez égi eredetű szabály, hogy annak segíts, aki kéri és megérdemli. Oké? Tehát a segítség az nem egyforma minden embernél. Ki hogy érdemli a segítséget? Világos ez? Van, aki nagyobb mértékben érdemli, van, aki kisebb mértékben érdemli, van, aki semmilyen mértékben nem érdemli. Világos ez? Tehát megint csak mondom, hogy azt hiszel, amit akarsz, én meg tudom, hogy hogy működik az ember és hogy működik az élet. Sőt, azt is tudom, hogy hogy működnek azok a lények, ahonnan jöttünk. Oké? Lélekként. Azt is tudom. De mondom, te azt hiszel, amit akarsz. Szóval, itt nekünk van egy képzési rendszerünk, teljesen egyedülálló. Bolygó szinten egyedülálló. Van, aki már próbálja másolni ezt. Egyes emberek. Csak az a helyzet, hogy ők nem én vagyok. Oké? És ők nem élték meg azt, amit én megéltem. Oké? És ezáltal nem fogják tudni azt tanítani, amit én képes vagyok tanítani. Tehát ezáltal soha nem fogják azt az eredményt elérni, mint amit nekem sikerült elérni. De mondom, én egyedül kevés vagyok. Ezen a bolygón senki nem tudja ezt a bolygót megváltani. Itt nincs olyan, hogy egy megváltó. Nem is lesz sose. Nem is volt ilyen. Amikor azt mondják, hogy született a múltban egy megváltó, most hadd ne mondjam a nevét, jó? Mit váltott meg? Mit? Nem, a vonatjegyét sem, mert nem volt vonat akkor. Szóval mit váltott meg? Nem akarom bántani, mert nagyon tisztelem őt. Jó? Nem volt lehetősége arra, hogy ezt megtegye. Bár lett volna lehetősége. Tehát, de most lehetőségünk van, hogy együtt megváltoztassuk ezt a bolygót. Érted? A megváltó az a megváltoztató. Oké? Tehát a megváltó az a megváltoztató. Tehát semmilyen változás nem történt, amikor az úgynevezett megváltó itt volt a Földön. Érted? De az emberek együtt szeretetben, békében és boldogságban, hoppá,
nem azt kell nyomnom, hanem ezt. Szeretetben, békében és boldogságban. Vissza. Egyre. Meg tudják változtatni az emberi életet a Földön. Egy olyanná, hogy képesek legyünk szeretetben, békében és boldogságban együttműködni. És ahhoz, hogy ez megtörténjen, nem lehet másként, csak szeretetben, békében és boldogságban együttműködni. Érted? És ezt meg kell tanulni. Hogy az emberek képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban együttműködni, meg kell tanulni. Tanulás nélkül nem megy. És nem lehet azt csinálni, hogy mindenki teszi külön-külön a dolgát. Együttműködésről szól a történet. Világos ez? Tehát ezt a bolygót együtt tudjuk megváltoztatni. És ehhez keresünk, szó szerint keresünk, akik ugye régebb óta itt vannak, keresünk társakat, további társakat. Oké? Vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy ők ingyen akarnának mindent. Őket úgy hívjuk, hogy drága barátom, te egy ingyen élő vagy. Így hívjuk őket. Hát az ingyen élőkből meg köszönjük szépen, nem kérünk. Oké? Tehát akik nem csere alapon működnek, hanem ingyen élők akarnak lenni, azok menjenek oda, ahol akarnak. A csere azt jelenti, hogy adok-kapok. Ha adsz, akkor kapsz. Nem először kapni kell, azt majd akkor eldöntöd, hogy vajon adjak én. Nem így működik. Oké? És ha te mégis úgy működsz, hogy először kapni akarsz, akkor rossz helyen kopogtatsz. Oké? De nem kérünk sokat. Keresd még a bolygón olyan képzést, amiben módszerek is vannak, jó? Ami mondjuk rendszeresen havonta 420 forintba kerül. Óránként. Tehát óránként. 30 óra egy hónap. Hát óránként 420 forint. Éppen beszélt valaki velem erről, hogy tudom én, alsó tagozatos gyerekek korrepetálása 5000 forint óránként. Oké? És ott nem tanítanak az életre egy megveszekedett szót se, érted? Itt pedig az életre tanítunk. Nem az első részbe. Az első az egy tudatosság nyitogatás, tudatosság fejlesztés. A másodikban van a személyiségfejlődés, a coachképzés. Mit jelent a coach? Azt jelenti a mi értelmezésünkben, hogy ember és életjobbító. Hogy képes az embereket és az életet jobbítani. Érted? Beleértve természetesen a saját magát és a családját is. Az első hónap ettől eltér, ott 660 forint az első hónap. Próbáld ki 3 hónapra. 3 hónap alatt kapsz 600 ezer forintnyi tudást, nem egész 50 ezer forintért. Oké? Próbáld ki. Elég nagy biznisz. Ez most akciós ez a dolog. Ne halogass, hanem kezd el most, míg az akció tart. Oké? Én azt mondom, hogy elég jó csere, nem? Ha ilyesmi típusú képzést akarsz máshol igénybe venni, akkor a 30 órát, illetve a 90 órát, azt tudni, hogy nem úszod meg 600 ezer forint alatt. Vannak olyan képzések, ahol mondjuk 3 nap képzés több mint 1 millió forint. Nem nálunk. És
olyan képzés, ami, ami hasznosítható az életben. Én sok képzésen vettem részt, illetve a múltban sok képzésre van rálátásom. És a képzések azok egy szegmens az életből. De én még sehol máshol nem láttam olyat, hogy az élet összes szegmensét egy helyen nyújtsák. Ez csak nálunk van. Oké? És az azt jelenti, hogy itt vannak az életterületek, mindre adunk tudást. Méghozzá ilyen körforgásos folyamatban. Van 25 nagyon nagy témánk, az azt jelenti, hogy mindegyik téma több hónapos, és az embereket minden olyan dologra tanítjuk, amit az életükben hasznosítani tudnak. Várunk szeretettel, a weboldalon tudod intézni, hogy tanuló lehess. Szeretlek benneteket, sziasztok!